és 2021. május 28-a, valaki írja be, hogy van-e hang, hogy hallatszik-e. Igen, megnézzük, azt mondja, hogy ötös éken, köszönöm szépen, Attila. A mai konferencia egy olyan fél órára tervezem, úgyhogy ne raboljam az időtöket. Van néhány új információ is, nem olyan sok, mint múlt héten, de azért mindig lehet valamennyit összeszedni. A cég alapítója Anatol Eduardovics Junicki, ugye, aki ezt alapította már több mint 40 éve, és mindig el kell mondani egy-két mondatba, mert lehet, hogy újak is majd, ha nem most pillanatnyilag élőbe, akkor lehet, hogy a YouTube-on jövő héten hallgassák ezt a konferenciát, és akkor, ahogy szoktam, az első 10-20 percben új információt, és a második részben 20-30 perc a projektről, meg milyen fejlemények voltak, mik a tervek, úgyhogy a mai napon is egy, ahogy mondtam, olyan fél óra. Hogy látjuk ezen a képen, hogy már ez a szállítási rendszer nem is jövő, hanem jelen, mert már két helyen fel van építve, Belorussziába és Egyesült Emirségbe, konkrétan Sharjahba, az össze van kötve Dubaival, ott voltam, megnéztük a szlovén partnerünkkel, elmentünk, hogy megnézzük, hogy igazán létezik-e. Én tudtam, hogy létezik, de a szlovén partnereim szerettek volna elmenni, hogy saját szemmel, saját fényképpel. Igaz, hogy nem sokat láttunk még akkor ottan, de alapok készek voltak, azután nagyon sok új képet lehet látni. Egy belgrád üzlettársa most kedden ment el, úgyhogy majd várom a új információkat, képeket, esetleg valakivel, ha beszél ottan. Egy fantasztikus szállítási rendszer, és ha összehasonlítjuk ilyen vonatokkal, monorail-lal, metróval, akkor vizuálisan lehet, hogy valamelyik jármű hasonlít, de a technológia teljesen más, és ahogy elmondjuk majd a prezentációban, meg lehet látni, hogy mik a különbségek. Mi most annyira addig jutottunk, igaz, hogy mindannyian türelmetlenek vagyunk, ez normális, de a 2021-es év, ez 2020-asba kellett volna már lenni, tudjuk, hogy miért egy évet csúsztunk, de ebbe az évbe igazán már építkeznek, és eztet vártuk. Nálunk sokszor szokták mondani, hogy mikor lesz már az első ásó. Hát most már a bágerek is, a nagy cégek dolgoznak ezen a területen, és ahogy a Junicki ígérte, 3-4 új célprojektet kezdenek építeni még az idén. Őneki mindig az volt a célja, hogy ha elkezdik építeni, akkor 10 év alatt 100 célprojektet építsenek fel. Ha el tudjuk képzelni, hogy az mennyi, mert a legkisebb célprojekt 20 millió dollár, a nagyobbak lehetnek pár milliárdok is, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogy mekkora építkezés és milyen érték lesz ez néhány év múlva, akkor azt is el tudjuk képzelni, hogy milyen szép osztalékot kapunk, és milyen érték lesz a tőzsdén majd a részvényeknek a zára ebből a projektből, amit mi finanszírozunk. Mi crowdinvesting opciót választott a cég, és körülbelül 400 ezer befektető már segíti idáig a projektet, több mint 200 országba és területen. Vannak olyan területek, mint Oroszország például, azt hiszem, hogy ott 15 régió van, 15 terület, és meg vannak Vietnám is, azt hiszem, hogy 3, egy országban 3 régió,
úgy van számítva, és azért körülbelül 200 ország és régió. A befektetők kétféleképpen tudnak aktívak lenni. Egy, hogy aktívan csak befektessük a pénzünket, és várjuk passzívan. A másik, hogy ajánljuk esetleg valakinek, amit én észrevettem, a legtöbbnyünk minden családtagot beregisztrált, és a gyerekekre, férje, feleségi nevére vásároltak részvénycsomagokat. Úgyhogy ez nagyon jó, mert pozitív, mert ez bizonyítsa azt, hogy hiszünk az üzletbe, és akit legjobban szeretünk, azoknak szerezünk részvényeket. Úgyhogy ez teljesen normális, és van sok olyan eset, hogy a gyerekeire sokkal többet vettek, mint saját magukra, de aki például építi a hálózatot, az természetesen ugye a saját webirodát is fel kell építeni, hogy elérjen különböző szinteket, és akkor ottan több a befektetői hányadék. A Skyworld Community-n keresztül működik. Ez egy külön cég, aki össze van kötve a Unitsky anyacéggel, a GTI a Skyway technológia tulajdonosa, és van három holding, ezek a holdingok mennek majd ki a tőzsdén, és ott vannak beegyezve a részvényeink. Attól a naptól lesznek a részvények, mikor a cég kimegy a tőzsdére, addig mink egy olyan szerződést kötöttünk a céggel, hogy kölcsön adjuk a pénzt, és később, mikor kifizessük a részvénycsomagot, akkor alá tudjuk írni a certifikátot, elfogadjuk a feltételeket, hogyha a cég nyereséges lesz, nekünk majd fizet osztalékot, és ha kimegy a tőzsdére, akkor 6 hónap után mi is el tudjuk a tőzsdén adni majd a részvényeinket. A egyik ismerősömmel, barátommal épp ma beszéltem, hogy milyen lehetőségek lesznek. Ezt még pontosan nem lehet tudni, de mivel minden az egész világ most már, meg az országok is nagyon sokan gondolkodnak, meg készítik a kripto világot, lehet, hogy lesz olyan lehetőség, hogy ezeket a részvényeket, ha eladjuk, akkor kripto pénzbe tudjuk beváltani, de bankszámlára mindig ugye ki lehet küldeni, az lesz az első opció, akár a osztalékot, akár a eladott részvény árat. Most, ha valakinek van részvénye, akkor a brokernak ír, vagy felhívja, és azt mondja, adjál nekem 100 részvényt el, körülbelül ilyen árba, és erre a bankszámlára küld el a pénzt. Ez most így működik a tőzsdén, vagy elmegyünk a bankba, és ugyanezt megcsináljuk. Úgyhogy a Skyway-nak lesznek ilyen security tokenjai, és abba is lehet, hogy majd be lehet váltani. Ezek a tokenok kint lesznek a kriptotőzsdén, ami azt jelenti, hogy bármikor be lehet váltani USD-ba, dollár vagy euró, vagy másmilyen kriptovaluta, bitcoin, ethereum, vagy valami más. Én gondolom, hogy ez lehet, hogy nem is mindjárt a legelején, de későbbiekben ilyen lehetőségek lesznek. Mi közeledünk most a 15. fázisra, ami azt jelenti, hogy a 14. fázis végén vagyunk, de most, amit bejelentettek, az azt jelenti, hogy 14.2 alfázisba lép a cég, és ezt most nem írtam fel, júniusban lesz, úgyhogy, ahogy mondta a Solar Frontiersek a múlt héten, a konferencián, hogy nagyon gyorsan meg fog ez változni a 14.3-ra, és akkor jön a 15. fázis.
Ami nekünk fontos, amit a cég most ebben pillanatban tervez, hogy az év végén befejezzi a, nem a 15. fázist, az Junicki szerint körülbelül 2 évig is eltarthat, de befejezi az év végén a finanszírozást kisbefektetőkkel. Úgyhogy valószínűleg nekünk még van egy durván fél évünk, hát ma 28-a van, akkor igen, fél évünk, 180 nap, hogy vehessünk magunknak részvényeket, anélkül, hogy a cég kimenjen a tőzsdére. Mert mikor kimegy a tőzsdére, azt tudjuk, hogy $1 terveznek kimenni, akkor sokkal drágábbak lesznek. A június 21-én éjfélkor a Moszkva szerint, szóval nálunk 23 órakor, akkor megy a 14,2 alfázisba a cég. Ez elhúzódott ez a fázis, ugye, mert 2019. decemberben, és úgy terveztük, hogy a 4-6 hónap, de igazából ez a koronavírus járvány elindult, és a cég is egy évet lehet mondani, hogy ez véget is csúszott. Ma felhívott egy üzlettársam, és azt mondja, hogy az emberek már idegesek, meg haragszanak. Mondom, kire haragszanak? Rám haragszanak, hogy rossz webinár tartok, vagy haragszanak a cégre, hogy nincs kifinanszírozva, vagy haragszik saját magára, hogy nem talált még befektetőket, hogy nem segített, hogy a cég gyorsabban kimenjen. Ha megnézzük, ez egy csapatmunka, és mindannyiunk a céggel együtt, mi résztulajdonosok vagyunk, és ha haragszunk, akkor legelőször magunkra kell haragudni, mert ha mindenki találna egy $500 befektetőt, akkor 3 napon belül, akkor 3 napon belül befejeznék a 15. fázist, és kimenne az egész. Úgyhogy azt kell tudni, ha a céget kérdeznénk, akkor a cég már 2018-ban kiment volna a tőzsdére, de ezt nem tehette meg, legjobban azért, mert nem lett eladva minden részvénycsomag. Úgyhogy ez a mi cégünk, mi vagyunk itt a résztulajdonosok, és akárhova mentünk, Marina Gorkába vagy Sárgyába, én mindig úgy is éreztem, hogy ez a jármű, vagy ennek az épületnek a része, ez én vagyok a tulajdonos. Úgyhogy ezt így kell venni, és ez a igazi. Mert a crowdfunding így működik. Ebbe a fázisba befejezték a 400 méteres pályát, ami most tovább indul a 2,5 kilométeres, és van itt sok esztet, nem akarom mindet felolvasni, de minden fázisban megvan, hogy mennyi pénzt kell beszedni, és mennyi részvénycsomagot kell eladni, és megvan, hogy mit kell megcsinálni a projektben. A 15. fázisban ők meg akarják csinálni, azért számítanak akár 2 évet is, egy 60 kilométeres Abu Dhabitól Dubai fele, ez körülbelül fél út, $200 millió projektet. Na most ettől a projektől nagyon sok minden függ. Ha ők sikerül nekik találni egy olyan befektetőt, ez természetesen a 200 milliót nem rajtuk akarják beszerezni, hanem nagy befektető, ottan Dubajban biztos, hogy lehet találni, mert ott rengeteg a milliárdos, akkor ezt meg tudják csinálni, és körülbelül 1,5-2 év még kiépítik, letesztelik, és meglegyen a certifikáció. Minden engedély, hogy bebizonyítsák a hatóságoknak, és a hatóságoknak, az államnak, olyan cégeknek, akik biztonsággal foglalkoznak, hogy ez jól működő,
legbiztos az emberi, az emberek utazhassanak biztosan, és ez a legfontosabb. Ha nem tudnak az idén találni erre 200 millió dollárt, akkor a cég akár kimehet még vagy az év végén, vagy a jövő év elején a tőzsdére, és azt tudjuk, hogy fél évig a cég tud kereskedni, és annyi részvényt ad el, hogy 200 millió dollárt megszerezzen. És akkor ki tudják építeni 2024-ig ezt a pályát. Az nekünk is jó lesz, mert akkor 6 hónap után, már jövőre, akkor el tudjuk adni a részvényünket. Úgyhogy sok mindentől függ, meglátjuk, hogy működik az egész. Ahogy látjuk, a járvány csökken, nálunk mától az éttermeket is kinyitották, nem csak teraszon, hanem bent is lehet enni. Június 15-ig mehet mindenki tengerre, minden nyitott lesz, úgyhogy bár nincsenek annyian beoltva, mint Magyarországon, azt hiszem olyan 20-valahány százalék csak, nem Magyarországon, mert több mint 50. Úgyhogy ez a projekt nagyon fontos a cég számára, mi számunkra, és majd meglátjuk ezt, hogy hogyan fejlődik az egész. Amit tudunk, a Vladimir Maslov és a Szolár František ma utaznak vissza Vietnámba, 28-ára volt nekik a rezerváció, és a Vietnám egy olyan mechanizmuson dolgozik, ami az előrendeléssel működik, hogy a vevő már a tárgyaló asztalnál ülhessen az Unitsky String technológiával, és ezt követően már megkezdődött a tervezési és kivitelezési szerződés előkészítésének folyamat. Itten tudjuk, hogy van egy lineáris város, egy okosváros projekt, ami 100 millió dollár értékű, és a következő hónapokban alá tudják írni, és elkezdeni már mindent, ami szükség a építkezésre. Úgyhogy sikerrel jártak, lehet, hogy nem sokára a Szolár majd tart egy top expert meetinget, minden információt át fogok adni nektek a következő konferencián. Volt ott valamilyen összeszedtek, nem tudom, 100 000 dollárt a vietnámi befektetők, ilyen valami segéd, nem nagyon értettem, nem is volt időm, de tegnap uton voltam, épp Budapesten voltam, úgyhogy nem figyeltem annyira a Facebookot, abszolút, és úgyhogy sok minden történt ott Vietnámban. Amit tudok még, hogy találkoztak három kivitelező céggel, építkezési céggel, aki majd építi ezeket a lineáris városokat ott a Vietnámban. Úgyhogy lehet mondani, hogy Emirátuson kívül is indul nem sokára egy ilyen projekt. Lehet, hogy a Unitsky azért mondta 3-4, mert 3 ott Emirátusban, meg 1 Vietnámban. Amit a cég most nagyon készít, ez a MENA régió, ez a dél-afrikai országok, ahol tudjuk, hogy Egyiptomba, Szaúd-Arábiába, Emirátus, Ománba, itt már nagyon sok tárgyalások vannak, a többi országot még nem tudom. Szíriában biztos, hogy lesz sok minden építeni, úgyhogy lesz sok munka. 12 féle jármű modell, abból úgy tudom, hogy 5 teljesen le van megvan a certifikát, és már lehet működtetni, gyártani, úgyhogy szuper haladunk. Ez egy nagyon-nagyon nagy projekt, és meg tudjuk érteni. 3-4 évvel ezelőtt én se értettem, mindig azt gondoltuk, hogy nagyon gyorsan megy, a cég kimegy a tőzsdére, utána építkeznek, mi eladjuk a pénzünket, eladjuk a részvényünket, lesz sok pénzünk, és nem lesz gondunk. De ez egy normális folyamat. Ha meglátjuk a másik sikeres cégek is, olyan 7-12-13 évig kellett
alapítástól, hogy megcsinálnak mindent, és kimenjenek a tőzsdére. Sok minden történik ottan Sárgyába, most építkeznek, ezt tudjuk, látjuk a új képeket. Amit a Junicki tervez, hogy 5 év múlva a cégcsoport eléri a 500 milliárd dollárt, és 10 év múlva dupláját 1 milliárd dollárt. Akkor már igazán nagy értékű lesz a cég. Azt is kell tudni, hogy a cég minden projektben olyan 20-25%-tól minimum 50% résztulajdonos. Ez azért, mert annyival olcsóban adják el a projektet, és később a haszon a eladott jegyekből akkor tudják, a nyereségből tudnak fizetni majd osztalékot, meg természetesen a Junicki String Technology cégcsoport minél több saját célprojektet is akar építeni. A mi webirodánkban még vannak kuponok, ilyen plusz 50%, ez attól függ, hogy az első vonalak, itt a direktjeink, akik beléptek hozzánk, mikor vásároltak csomagokat, mikor váltották be a kuponokat, úgyhogy meg lehet találni az ön kuponjainál, és tudjátok még aktiválni. Akkor van a Faces of the Future csomag, ezt ma is hívott egy üzlettársam, aki meg akarja venni. Ahogy mondtam, múlt héten naponta legalább 1-2 hívnak, és meg szeretnék venni. Miért? Azért, mert 5000 dollárért most lehet 500 000 részvényt venni csomagba, és a havi részletfizetése 500 dollárra. Még visszamegyek. Van itten egy olyan lehetőség, ami rá kell kattintani, hogy szeretnék ilyen csomagot, és akkor a Skyworld Community már beadta az anyacégnél a kérvényt, hogy kapjunk egy ilyen lehetőséget, és azt mondták, hogy ha lesz elég érdeklődés, akkor lehet, hogy megadják. Ez most az is érdekes, hogy lesz egy ilyen hologram nektek a Ecotechno Parkba, de ami nagyon fontos, hogy 1%-al diszkont, szóval 1 centért kapunk egy részvényt, ami lehet, hogy már jövőre 1 dollárért el tudjuk adni. Úgyhogy ez egy nagyon jó okos befektetésnek számítom, aki részt tud venni ebbe. Igaz, hogy nem kis csomag, lehet, hogy valakinek 10 vagy még több fizetése is, de vannak olyan ismerőseink, akik ezt a csomagot meg akarják venni, úgyhogy így is lehet. Azt tudjuk, hogy most a kártya befizetése jól működnek. Ami új, elfelejtettem feltenni, hogy a kripto befizetések minimum 500 dollártól. Nem tudom, miért hoztak ilyen döntést. Lehet, hogy rengeteg ilyen 20-30-50 dolláros befizetések voltak, és tudjuk, hogy nekem a Macedon csoportom ottan rengeteget fizettek, és rengeteg befizetés is a support nem tudja kezelni, bár elég magas a 500 dollár, de adjátok össze, 2-3-an beszéltek meg, és akkor ha keveset kell befizetni, ha kriptóval szeretnétek befizetni, de a kártya befizetés az ugye most tökéletesen működik, banki utalás is olyan 3-4 nap még megérkezik, amit én preferálok, mert az igaz, hogy nem mindjárt, de előre befizettem, és akkor legkevesebb a költség. Itt megvannak a webirodában a csomagok, ugye ki lehet választani őket, ezt átmegyünk. Ezek a csomagok még akkor 3 hétig lesznek, utána csökken a diszkont, és körülbelül 10-15%-kal kevesebb részvényt fognak kapni azok, akik később fognak vásárolni. Én remélem, hogy ez a 14.2
1-2-3 hónapig fog tartani a Solar szerint, vagy még rövidebben, nem tudom, de lehet, hogy ez. Tehát ez érdekes, mert egy héttel előbb még a 15. fázist, ha emlékeztek, én is mondtam nektek, és akkor jön egy új információ, hogy 14.2 fázis. Szerintem ez volt egy tárgyalás a Junickival, és valami ok miatt így döntöttek. Az a legfontosabb, hogy még használjuk ki ezt a fél évet, ha már valaki 2016-ba belépett, az már 5 éve itt van, úgyhogy ez a fél év még megmaradó, ha Solar szerint, akkor utána már nem lehet többet vásárolni. Én szerintem ez logikus, mert ha a cég ki akar menni a tőzsdére, akkor természetesen nem fogja 2-3-5 centért árulni nekünk. Úgyhogy ha nem talál befektetőt a 200 millió dolláros projektre a Junicki, akkor kimenek a tőzsdére. Ha mennek ki a tőzsdére, már lehet, hogy pár hónappal előbb megállítsák a finanszírozást, mert nem érdemes nekik eladni, mikor ottan, akkor el tudják sokkal nagyobb árba adni. Ami nagyon fontos, hogy a Junicki kötött olyan szerződést ilyen cégekkel, aki nagy mennyiségű részvényt megvásárolnak a tőzsdén, és mert ilyen nagy befektetői csoportok csak tőzsdén vásárolnak, a cégek, amik nem mennek, nincsenek a tőzsdén, ilyen startup cégek, ami igazából még a Skyway is, ilyen befektetésbe milliárdokat nem raknak, mert mindig magas a rizikó. De ha egyszer a cég kimegy a tőzsdére, akkor az már teljesen más, mert ha valamelyik cég ki szeret menni a tőzsdére, akkor meg kell, hogy teremtesse azokat a feltételeket, biztonságot, jövedelmet, mindent, hogy ott lehessen. Úgyhogy akarom mondani, hogy ha cég kimegy a tőzsdére, akkor biztos vagyok benne, hogy 3-4 hónap előtte már leállítsa a finanszírozást. Igaz, hogy lehet, hogy akkor lesz legérdemesebb megvenni, ha kiszámítsuk az időt, mi, aki már 2016-17-ben sok pénzt ugye beraktunk, és aki most a 2021-ben berakja, a jövőre meg lehet, hogy nem megduplázza, ugye, ha meg tízszerezi vagy húszszorozza a tőkéit. Nagyon sok újdonságok vannak, ami nagyon fontos, hogy már kipróbáltuk Marina Gorkába. Én gondolom, hogy az idén biztos, hogy nem lesz Ecofest. Látjuk most, hogy milyen helyzet van Belorussziában, ugye? Leállították ezt a repülőt, lehet, hogy valami szankció is lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy az idén könnyen fog utazni oda, de lehet, hogy akkor Sharjahba megszervezik, mert októbertől indul a Dubajba az Expo, azt tudjuk, és fél évig fog tartani, úgyhogy én már most úgy látom, hogy ha megszervezik a Ecofestet, mert múltkor a Alexei Suhodev azt mondta a konferencián, hogy a nyár végén meglátjuk, hogy hol lesz, és vagy lesz-e Ecofest. Az is lehetséges, hogy egy online Ecofest lesz, mint tavaly, de lehet, hogy megszervezik Dubaiba, Sharjahba. Máskülönben nagyon szeretünk oda menni Marina Gorkába, ugye itt lehetett kipróbálni ezt a technológiát, beülni, meglátni minden újdonságokat, sok videó, fotót készíteni, és mindenki, az a 5000 ember, aki ott meglátogatta, látta, hogy ez teljesen működő. Most nagyon sokat tesztelik Sharjahba is, ugye? És most Sharjahba napokban tesztelik a éjjeli szállítást, meg a nappalit is. Úgyhogy külön-külön mindent, hogy meglegyen. Látjuk, hogy sokféle
járműt már elkészítettek, hogy ez a 12, ez tehát már ismétlem. Nekem ez egy szuper kép, mert itt megvoltak a tervek, és balról látszik, hogy ezek igazán valós képek és valódi járművek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy siker számomra. Sok certifikát, a ISO 9001, ez a TÜV német certifikát, a minőségi certifikát, diplomák, ezt mind le lehet fényképezni Marina Gorkába, és 50 védjegy le van védve. Ez a Uniflash 9 méteres jármű, és 500 km per óra sebességgel mehet, és ezt akarják ugye Abu Dhabiba felépíteni, úgyhogy itt a Marina Gorkában már tesztelik, csak nem a legnagyobb sebességgel 100-120 km-re lehet tesztelni, mert rövid a pálya. A gyári képeket azt már láttuk, irodaház, Skyway Plaza, ez is megvan nekik, most ide jöttek a mérnökök, több mint 650 mérnök meg dolgozó van, kicsit csökkentettek tavaly, mert majdnem 1000 volt, de bejött a pandémia, és szükségük volt nekik lecsökkenteni. Akkor, na itt vannak a dubai képek, úgyhogy elmentünk megnézni, mi készül majd ott. Körülbelül ilyen képeket láttunk, meg fényképeztünk akkor, de ezek már teljesen új képek, és a 400 méteres pálya, ugye azt tudjuk, hogy működő, a faház is készen van, el van készítve, ide jönnek már a vendégek, különböző cégek, országok, minisztériumok, ez is egy új kép, a faháztól lehet látni, hogy ezek az oszlopok már megvannak, ezt készítik most, úgyhogy van mit fényképezni, látni, és ha elmegyünk, ha megszervezzük az utat, még nem kezdtük szervezni, mert várunk még egy-két-három hónapot, akkor ott is majd ki lehet próbálni. Természetesen nekem szóltak, hogy ha megyünk, akkor két héttel előbb hívjuk fel őket, hogy készítsék el, és hogy fogadjanak, úgyhogy ne legyen úgy, hogy most, na, sziasztok, mi jöttünk. Ez a ház itt van belőről, ez mutatja, hogy egy számítógépes rendszer kezeli ezt a járműveket, és az egész utazási, szállítási rendszert, és automatán működik, ők csak figyelik, nem tudom mennyi, 25-28 kamera, ami figyeli ezt a rendszert, és bármilyen negatív dolog történik, vagy valami, akkor mindjárt jelzi vissza. Ugye igazán érdekes egy új technológia, amit idáig a világon senki nem használt. Érdekes dologban vagyunk, teljesen egy új, egy óriási projekt, több száz millió dolláros, ha most odaadjuk, hozzáadjuk ezt a 200 millió dollárt, akkor olyan fél milliárd dollárnyi körülbelül. Ezt egy bank sem, meg egy privát investitor se nem finanszírozta volna ki. Szerintem ez az egyetlen lehetőség, hogy ilyent felépítettek egy ilyen crowdfundingot. És szerintem ez egy óriási siker. Én nem is tudok egy ilyen céget, hogy ennyi ember össze, ilyen kis befektetőkkel, ugye 15-25 dollárral is már beszálltak, és egy ilyen nagy projektet hoztak létre. A konténeres, ami 1 dollár lesz 100 tonna egy kilométerre, ilyen olcsó és ilyen gyors, biztonságos teherszállítás nem létezik még. Ez is a Skyway előnye, hogy ilyesmit is terveznek és építenek.
rengeteg reporter, most láttuk, hogy a franciák is voltak, múltkor az indiaiak, meg az egész világ, ugye Szaúd-Arábiából is ott voltak, és meglátogassák ezeket. Sok videó is van készül, aki eleje ma 8 óra előtt bejelentkezett, az meg is látta ezeket a videókat, amit engedtem, hogy ilyen delegációk jöttek és meglátogatták. Akkor tudjuk, hogy a sárgya is eik, és már beült, megnézte, rendelt is egy 10,4 kilométeres célprojekt, hogy mondják azt magyarul, ilyen kiszámítást, úgyhogy lehet, hogy ez is egy valódi projekt lesz. És aminek nagyon örülök, hogy most már azon gondolkodnak, hogy a Sharjah Power Fakkan már a kivitelezőket keresik, hogy elkezdjék építeni ezt a több éves, évig, 3 évig fog tartani, de ez egy nagy konténeres projekt lesz. Természetesen, ha konténeres projekt, akkor is lehet utasszállítás is, csak a konténeres 120 kilométerrel mehet, a utasszállítás 150. Nem nagy különbség, de biztos, hogy majd letesztelik. Ez egy nagyon jó tesztelési pálya is lesz. Ezek a konténerek olyan 30-35 tonnát is vihetnek, és ami egyedülálló, hogy nem kell megállni, automatizálva megy, és kipakolják, bepakolják, úgyhogy érdekes. És ami fontos, hogy direkt a hajókról fel lehet rakni erre a szerkezetre, és már mehet a ország másik részére, ugye, ami a sárgy olyan 150 kilométer. Nem olyan nagy a Egyesült Emírség, de mégis egy értékes ország. Eztet várjuk a 15 kilométeres, 21 állomás, ami a Expo 2020-ra tervezték. Meglátjuk, hogy a kivitelező, hogy mennyire tudja eztet befejezni. Lehet, hogy még amíg tart az Expo, hogy kész is lesz. Úgyhogy az majd meggondoljuk, hogy lehet, hogy nem érdemes elmenni most októberba, hanem meg kell várni a februárt vagy márciust, akkor lehet, hogy kész lesz ez a projekt is. Sok világ kiállításon volt a cég, ugye egész Berlintől, Indonézia, Vietnám, Ausztráliáig, Moszkvába, mindenhol. Nekem ez nagyon tetszik, hogy a sárgyai igazgató minden előadásba elmondja, hogy milyen fontos a Skyway, mint közlekedési partner. Na ez lesz bemutatva, nem tudom, ez a maketta ilyen kiállításra készítik, ez 10-valahány méter hosszú lesz, és akkor ezt bemutatják a lineáris városokat, meg ezt az egész szerkezetet. És ahogy szoktam mondani a végén, így néz ki majd Dubai nem sokára, és ahogy tervezik az európai országokat is, meglátjátok, ha egy-két ilyen célprojekt elindul, akkor rengeteg ország meg akarja ezt venni. Miért? Egy, meglátják, hogy működik. Kettő, a Dubai metro 120 millió egy kilométer dollárba, a monorail 60 millió, a legocskább sikló, ami láttuk Olaszországban, hogy jártak, ez egy nagyon régi technológia, az is 5 millió dollár, a Skyway meg komplet infrastruktúrával 4 millió dollártól megy. És 150 km per óra, úgyhogy száguldanak, meglátják, hogy olcsó, új technológia, működő, akkor egyszerűen nem tudják, igazán sok mérnököt fel kell még venni majd a Skyway-nak, hogy elindítsák ezeket a célprojekteket. A Dubai-nak ez egy nagyon jó reklám lesz, mert ahogy hívják egy épületre a vendégeket,
üzletembereket is, meg azokat, akik nyaralni, a turistákat. Ez egy szuper lesz, mert tudjuk, hogy milyen olcsón, sokkal olcsóbban, mint egy metróba, tudnak utazni éjjel-nappal, és körüljárni akár többször is a Dubajt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szuper reklám lesz a Dubajnak. Azt tudjuk, hogy a Dubai meg az Egyesült Emírség még 25-30 évig van nekik kőolaj, és teljesen át akarnak menni a ilyen napelemekre, szélgenerátorra, jobban a napelem, mert az van nekik bőven, szél annyira nincs, és teljesen kiküszöbölni a benzin és dízeles. Dízel nem is nagyon, már majdnem most is hibrid, meg áramra mennek az autók, és egy ilyen közlekedést akarnak képíteni. Nem lett 30 perc, mégis 41 perc lett, de köszönöm szépen a figyelmeteket, és jövő pénteken újból találkozunk 20 órakor. További szép estét, és szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!